A Mi Hazánk Mozgalom augusztus 20-ai rendezvénye egy családi nap lesz, ingyenes koncertekkel a 4-es metró bikásparki kijárata mellett 9-től 20 óráig. Ingyenes gyerekprogramokkal készülünk. Ugrálóvára kisvonat, héliumos lufi az első 100 gyereknek, lufi hajtogató bohóc, népi játékok, kézműveskedés, jurtaállítás, gyermekijászat, óriás sakk és amóba, XXL csocsó, motorozás, állatsimogatás, pónilovaglás várja a gyermekeket ingyen. 9 órakor reggeli az első 100 érdeklődött szalonnás rántottával várja Dúró Dóra, beszélgessen a Mi Hazánk Mozgalom vezetőivel és országgyűlési képviselőivel a terített asztaloknál. 10 órakor a Buborék Együttes gyerekkoncertje, 11-kor a Mi Hazánk Mozgalom értelmiség Hold udvarából alapított Fekete István Szabad Egyetemünk előadása lesz. Dr. Popé Gyula, Raffai Ernő, Szakács Árpád elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta címmel tart kerekasztal beszélgetést. Délben Torockai Lászlót Kisberg Szabolcs kérdezi, 13 órakor a Hunkuntánc Együttes, 13.30-kor a Forte Kutyaiskola bemutatója, a Szurkolók az Állatokért Mozgalommal és Dr. Fülöp Erik országgyűlési képviselővel. 14 órakor Fekete László és családjának erőművészeti bemutatója, 15 órakor örökségkoncert, a Trianon emlékében szimbolikusan 16.32-kor a Romer következik, Vári Kovács Péterrel kiegészülve, 18 órakor a Nemzeti Hang, és egész nap kirakodó vásár lesz, kézművesek, meleg ételek, hideg italok. A jó hangulatról Vaszlavik László is gondoskodik, toborzó sátorral lesz jelen a Mi Hazánk Mozgalom, a Mi Hazánk ifjai, a Mi Hazánk nyugdíjasai és a Zöld Hazánk. Babamama sátorban szoptatási és pelenkázási lehetőséggel is készülünk. A rendezvényt esőben is megtartjuk. Mindenkit szeretettel vár a szervező Mi Hazánk Mozgalom.